Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ma 2022. június 17-e van, péntek. Négy napja jelentkeztem be a június 13-ai testületi ülést. Reklámoztam, vagy harangoztam be akkor, és akkor gyorsan végig szaladnék a napirendi pontokon, de természetesen mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg vágatlanul se a Danubia televízió műsorán, vagy honlapján, vagy nem tudom még hol van jelen, bárhol, mindenhol. Az első napirendi pontunk volt a mobilitási koncepció készítés. Ugye Virág Álmos és Lévai Zsolt szenyor kutatók képviselték a Közlekedéstudományi Intézetet. Mindkét kutató felvázolta nekünk, hogy mire lehet számítani, miképpen, hogy van. Itt a szerződésben nekünk úgy van, hogy két munkacsomagot csináltak, egy települési céljai, víziója, problémafeltárás, és egy másik csomag a helyzetelemzés, javaslatok, intézkedések, stb. Mi abban maradtunk, hogy jelenleg az első munkacsomagra kötünk szerződést, tehát hogy a település céljai és a problémafeltárásra. Majd, hogyha megérkezik az üpörőzési adónak a 50%-a, amire még várunk, elvileg júniusba kell jönnie, akkor abban bízom, hogy mindent tudunk számolni, és akkor nyugodtabban tudunk velük szerződni a második csomagra is. De mindenképpen arra mentünk, hogy a probléma feltárást itt a nyári strandidővel kezdjék meg. Tehát a strand és a Dunát elérhető turisták, parkolók, autókról beszélünk, és egy másik rész, a 11-es túloldala, tehát a klasszikus település mag, annak a forgalmi lehetőségei, parkolási lehetőségek, tehát hogy itt menjünk előre. Úgyhogy 1,5 millió plusz áfájé fogunk velük az első kettő pontra szerződést kötni. Ők azt kérték tőlünk, hogy mindenhol mondjuk el, hogy ők jelen lesznek valószínűleg majd a strandokon, meg a lakosságnak is küldenek meg kérdőívet, úgyhogy mi ezt nagyon fogjuk, hát most nem tudom hype-olni, most ez jött a nyelvemre, nagyon fogjuk reklámozni, mondani, hogy mindenki, aki tudja, ezen vegyen részt, küldje majd vissza, és akkor természetesen azokat ők feldolgozzák. Tehát nagyságrendileg azt gondolom, hogy ezek a probléma feltárásnak az elemzése ilyen ősz, október-novemberre datálhatók lesznek. A szerződésben ezt még nem rögzítettük, még nem írtuk alá, de szóban már testületi ülésen megegyeztünk, úgyhogy őket várjuk, és akkor azt kérjük majd önöket is, hogy figyeljék, de azt gondolom, ez egy közkedvelt probléma lesz, igaz idézetben, hiszen autója mindenkinek van, és nagyon sokakat érint ez a forgalmi, meg parkolás, meg mindenféle technika. Második napi rendi pontban könyvvizsgáló asszony volt itt, Albrecht Barbara személyében, aki megcsinálta a Dunabugdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek átvizsgálását, minden rendben találta, képviselőtestület elfogadta. Aztán a harmadik napi rendi pont volt a 2022. évi testvértelepülési programról való tájékoztatás. Ezt a kolléganom Králinc Kamara Zsófia csinálja és állítja össze és tereli, de egyben meghívtuk Lipport András művelődési igazgatóját, hiszen a programok a németeké, illetve a búcsú programok valamilyen szinten egymásra épülnek. Tehát akkor gyorsan mondom így fejből, csütörtökön fog kezdődni egy kisebb komolyzenei felállással, ha jól tudom, a templomban, de ezt majd kérem, hogy nézzék a programokat. Az Ott család színvonalához mérten, tehát mindenkinek tudom reklámozni. Tavaly is egy nagyon-nagyon szép koncert volt, Ambátor a templomban lett valamelyik hely, tehát mindenkinek ajánlom őket. Péntek este valószínűleg oda kerül rá át egy olyan rendezvény, ami borkostolóval indul. Ezt általában a németeknek el szoktuk adni, mert nagyon szeretik nyilván a magyar borokat. Ezek erre a fakult egy jó rendezvény rakott rá 5-6 évvel ezelőtt. De most ezt lévén, hogy búcsú napján van, kibővítjük, és azt kértem az igazgató úrtól, hogy lehessen itt táncolni is, mert egyébként a bál nem jelent meg a hétvégében, úgyhogy azt kértem tőlük, hogy ezt rendezzék össze. Én az előzetes programokat már láttam, tehát leviszik a rendezvénytérre. Önmagában a borok bemutatásához is lesz már zenei előfestés, és
még nem írtuk alá a szerződést, de Nagy Ákos képviselőtestületi társam és az Indiretta zenekar jönne, és akkor péntek este még egy bulit is szolgáltatna nekünk, tehát hogy a búcsú hétvégén azért tudjunk bulizni, és akkor a Német Nemzetiségi Önkormányzat meg a Művelődési Házigazgatóra által felvetett problémák, hogy van-e ott Schwabban egy hónappal a sör délután előtt, így akkor ezt kiváltjuk, hogy nem Schwabban lesz, hanem a buli zenekarról, és várjuk az Indirettát Nagy Ákossal a soraiban frontemberként. Tehát ez a péntek, szombaton a Leutenbachiaknak van egy programjuk, a Dunabogdányiaknak viszont akkor van a nagy koncert előadása, ahol természetesen a németek is már részt vesznek. Ott a Leutenbachi polgármesterrel közösen nyitjuk majd meg a rendezvényt, illetve köszöntjük egymást, tehát ott lesz egy ilyen kisebb beszéd is, de ígérem, hogy nem leszünk unalmasok és hosszúak se, de mindenféleképpen ki kell térni az elmúlt 30-31-2 évnek a emlékeire, úgyhogy azt gondolom, egy szép rendezvény lesz, tehát akkor lesz az Abba koncert a Bogdányiakkal, és másnap, vasárnap pedig, bocsánat, megnézem, vasárnap Misa Kalárián, és ezt a zenei koncert, igen, Schwarz József úr és a válogatott ifjúsági zenekar ad egy kellemes ifjúság zenekei koncertet, fúvó zenekarú koncertet, majd augusztus 8-án hétfőn hajókirándulás lesz. Most úgy néz ki, hogy két kis hajót fogunk indítani, és bízunk benne, hogy mind a két kis hajóra tudunk zenekart találni. Úgyhogy ezzel levezetjük a hosszú hétvégét, mi még akkor a németektől elköszönünk egy búcsúpartival, és ők pedig kedden indulnak haza. A kolléganőm továbbra is kéri, hogyha valaki vasárnap délben fogadna vendégeket Leutenbachból ebédelni, stb., akkor azt megköszönnénk. Természetesen akik fogadnak, azok ezekre a zártabb körű rendezvényekre, ahol a fogadás, vagy a búcsúparti, vagy a hajókirándulás, ott részt tudnak venni. Bocsánat, a hajókiránduláson mindenki részt tud venni, de a borkóstolónál ott segítünk a belépésben, így tervezzük. Ezzel köszönjük meg, hogy fogadnak vendéget. Jó. Aztán 5. napi rendi pontban még kitértünk a művelődési ház felújítására. Ott már jeleztem, hogy kértünk rá egy árajánlatot a zajvédő előtét felépítésére. Kértünk árajánlatot, az árajánlat még sajnos nem érkezett meg, de megpróbáljuk mindenképpen valahogy bele passzintani a felújítást, hogy ezzel egy kalap alatt a művelődési ház, ahogy most szépen majd megújul belülről, meg kívülről is, a legnagyobb problémáját, a szomszéd felé való zajcsökkentést is elérjük. Jó, strandfejlesztéssel kapcsolatosan ott volt a tervezőnek még egy tartozásunk. Azt rendeztük, hozzáteszem, az avatott szemek már biztos, hogy látják, de épül a vizes blokk, szépen kulturáltan, csöndesen, Tóth János úrnak, illetve a Bereg Mozaik Kft.-nek innen is nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen kulturáltan csinálják, és a szerkezet már látható, tehát jó lesz, ki fogja szolgálni a strandolókat, illetve a nagyobb rendezvényeknek a szórakozóit, úgyhogy jó helyre kerül és szép is lesz. Bogdányi híradó tördelési munkáinak, hát nyilván itt most már mindenki tudja, hogy napról napról változnak az árak. Pár ezer forinttal megemelték, de nekünk ezzel követni kell a folyamatokat. A jegyző úr adott egy közüzemi kiadások alakulásáról, nyilván drágulni fognak nálunk is a közüzemi díjak, nem annyira, mint ahogy adott esetben más településeken, azért a testületi ülésen is elmondtam még az elődöm, Pályi Gyula polgármesternek mondtam köszönetet, aki a közvilágításnak a lámpáit cserélte. Ugye jóval kevesebb lett akkor az áruk, és a régi árból, tehát mi mindig 100%-ot fizettünk, mert abból fizettük ki a régi lámpákat, ez most kifutott, úgyhogy ebből a tulajdonképpen akkor fölrakták, 30%-ra esett a fogyasztás ezeknek az új lámpáknak, a 70%-ból fizettük ki ezeket a lámpákat 7 éven keresztül, itt most minden hetes.
És tulajdonképpen itt most nekünk maradt egy pufferünk. Annak ellenére azért az óvoda és a művelődési háznál nyilván lesznek plusz költségek. Leginkább gáz, mert az áram szempontjából azért ne feledjük el, hogy 5-6 évvel ezelőtt mi is fölraktunk azért napelemeket itt a hivatal is. Nappal az iskola sportcsarnok tanúszoda is viszont már napelemekről megy, nagyságrendileg, tehát minket árammal olyan nagyon nem tudnak megfogni. Minden esetre a gáz az pedig emelkedni fog, de az majd remélhetőleg egyszer az is megtalálja a piaci árát egy alacsonyabb szinten. Szóval egy szó mint 100 000 a napirendi ponttal tájékoztattuk a képviselőtestületet, a lakosságot, de azért azt tudni kell, hogy mi a hivatalon mindig nagyon óvatosan és biztonsággal tervezünk. Ez most is így volt, tehát alapvetően biztonságban vagyunk, a fő feladatokat és a kötelező ellátásokat meg fogjuk tudni tenni. Azt, hogy milyen mértékben vesznek el a fejlesztésekből, ezt persze számolni kell. Mondom, várjuk még az ipadónak a 50%-át, illetve majd az ipolőzési adónak a bevételeit is. Én abban bízom, hogy mindenki látom, dolgozik sokat, úgyhogy biztonságban leszünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az iparosoknak is. 9. napirendi pont volt, javaslat az aljjal járó tevékenységek szabályozásra szóló önkormányzati rendelet módosítására. Itt Balogarnok képviselő úr kérte ezt a felvetést. Ő elmondta a javaslatát, tehát szombaton 4-ig kívánták volna meghosszabbítani az ő javaslata alapján. Erről egy érdekes vita alakult ki a képviselők között. Nagyon sok érv felkerült az asztalra, de tulajdonképpen a képviselőtestület azt mondja, hogy 5-2 arányban maradt amellett, hogy maradunk az eredetinél, tehát szombaton 2 óráig, azaz 14 óráig lehet 8-tól zajjal járó tevékenységet folytatni, és én azt kérem, hogy találják meg azt az időpontot, tehát hétfőtől péntekig 8 és 7 óra között, illetve szombat 8 és 2 óra között, amikor ezt meg tudják tenni. Ez volt egy kicsit ilyen izgalmasabb része a testületi ülésem. A polgármesteri beszámolóba itt kiraktam egy anyagot, nem térképszerűen és nem tervszerűen. A megelőző héten voltam polgármesteri találkozón Szentendrén, a szentendrei polgármester úr, Vitéz Eszter államtitkárasszony, képviselőasszony, Magyar Közút, rendőrség, Volán, mindenki jelen volt, és elmondták, hogy várhatóan augusztus végétől felújítják a szentendrei 4-sávos utat. Másfél évre tervezik ezt a felújítást. Amire viszont fel kell készülni, hogy ez biztos, hogy állandó torlódás vagy dugót jelent. Én azért még látok itt bizonytalanságokat. Egyrészt, amikor ott voltunk, akkor a közbeszerzés is még nem volt kiírva, hogy ki fogja ezt végezni, illetve a képviselőasszony jelezte, hogy Lázár úr is még nézi azokat a projekteket, hogy mit engednek, vagy mit nem. Tehát, hogyha majd mindenki rárakta a pecsétet, akkor fog ez elindulni. Minden esetre én azt kérem, hogy kezdjenek el gondolkodni egyrészt, hogy esetleg összeülnek autókban, esetleg alternatív útvonalakat keresnek át Vácra vonathoz, vagy Dunakeszin kellnek át a kompa, vagy nagy Isten Nagymaroson. Mi azért tervezzük, hogyha ilyen lépésekre kerül sor, akkor az önkormányzat valamilyen szinten hátulról megsegíti majd ezeket a bérleteseket, vagy a kompot, de először szeretnénk látni, hogy valóban elindul-e a munkálat. Aztán jött a zárt ülés, szociális keretről nyilván ez nem, és az ingatlan értékesítési ügyekről sem tudok itt nyilatkozni. Nagyon szépen köszönöm a képviselőtestületnek is, aki részt vett ezen a hosszú ülésen. És én azt gondolom, hogy ha esetleg önök megnézik élőben, akkor emészthető és tartalmas volt. Nagyon szépen köszönöm, vigyázzanak magukra, és a következő bejelentkezésig várják türelemmel. Köszönöm, minden jót!